kicsit hasonlít ez a mérkőzés egyébként a legutóbbi hazai találkozójára a Mezőkövesnek, amikor kikaptak a Videoton ellen 2-0-ra, akkor is nagyon stabilan tartotta magát a Mezőkövesd. Nézzük közben ezt a lehetőséget, egyenlít a Mezőkövesd Baracskai fejes góljával. Hát most aztán pláne stabilan tartja magát a hazai csapat, mert hogy kiegyenlít a cselekén beálló Baracskai góljával, aki mondom, a Paks elleni fordításból is kivette a részét. Góllal a mai mérkőzésen is betalál, és akkor most foghatja a fejét a Honvéd, illetve foghatják a fejüket a Honvéd játékosai a kihagyott helyzetek miatt. Baracskai egyenlít, és tulajdonképpen teljesen váratlanul cseri, meghúzza, ballal beadja, és visszabólintja a hosszúra Baracskai, átíveli gyakorlatilag ezzel Grófot, aki erről nem tehet. Más kérdés, hogy senki nem volt, aki esetleg kikanalazza onnan még a gólvonalról a labdát. Baracskai góljával egyenlít át a Mezőkövesd.